Jó estét kívánok! 1-1-1-2. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Itt a 777 Offline 2018 tavaszi kiadásán. Ez már a harmadik ebben az évben, és ez most már tényleg tavaszi. Egy kicsit az időjárás is kezd olyan lenni, mintha. Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és azt hiszem, hogy átigazolok egy másik mikrofonhoz. Ez sokkal jobb. Isten hozta kedves mindannyiukat. Nagyon fontos nekünk ez az est, hiszen talán a legnagyobb érdeklődés mellett előkészített 777 offline-ra készültünk fel a mai estén, és nagy öröm, hogy ez szinte hónapról hónapra elmondhatom ezt a mondatot, és mindig egyre többen érdeklődtök a rendezvényeink iránt. Akik most vannak itt először, azokat különösen nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Én Vágvölgyi Gergely vagyok, a 777 egyik munkatársa, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy moderálhatom a ma estét. Nagyon szépen köszönöm a csapat tagjainak, hogy megtiszteltek ezzel a bizalommal. Igyekszem majd megszolgálni a következő szűk két óra folyamán. Szeretném felhívni arra a figyelmüket, hogy a 777 adományokból tartja el magát, tehát az a misszió, amit mi igyekszünk teljesíteni napról napra és hónapról hónapra, azt nem finanszírozza senki, kizárólag az olvasóink. Ezért arra kérek mindenkit, akinek lehetősége van rá, hogy a mai este folyamán is támogasson bennünket. A munkatársaink az adománygyűjtő dobozzal itt majd a lépcső tetején fognak állni, és itt el lehet helyezni akár csak egy fagyi árát, lemondás itt a Nagyböjtben, már aki tavasszal szokott fagyizni, aki nem arról mondjon le egy sörről mondjuk. Előre is köszönjük szépen az adományokat. Ahogy szoktuk, most is 2x45 perc lesz a beszélgetés időintervalluma. Ha jól tudom, van köztünk egy NB1-es futballbíró itt a néző között, úgyhogy őt felhatalmazom arra, hogy 45 perc után háromszor határozottan fújjon nyugodtan a sípjába. Tudni fogjuk, hogy az nem úgy szól nekünk. És hát, hogyha már futballnál tartunk, akkor azt hiszem, hogy akik itt vannak, azok választották az igazán jó szórakozást ma estére, és nem maradnak le semmiről, akik nem a válogatott meccset nézik, mert az biztos, hogy itt tényleg teljesítményt fognak látni. De én nem kritizálom többet a magyar válogatottat, mert megteszi helyettem ezt Andorra, a Feröer-szigetek, Kazasztán és Luxemburg. Úgyhogy belecsapunk a mai este lényegébe. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel a 777 főszerkesztőjét, aki néhány gondolatot szeretne megosztani veletek így kampányidőszakban. Marti Zoltán. Reméljük, hogy így a két mikrofon nem ér össze. Szeretettel köszöntelek benneteket. Tisztelt Csókai doktor úr, tisztelt Kásler professzor úr, tisztelt Barlai igazgató úr és kedves barátaink, akik olvassátok a 777-et, vagy még soha nem hallottatok róla, csak tudtátok, hogy ez egy érdekes előadás lesz. Ahogy Gergő mondta, a kampányidőszak van, és úgy döntöttem, hogy én egy kampánybeszéddel készülök ma este, de mielőtt itt felállnátok egyből a széketekről, az a jó hírem van, hogy nem a közelgő választások kapcsán szeretnék egy párt mellett kardoskodni, hanem amellett szeretnék kiállni, aki minden nap a tengerén hordoz bennünket, aki az egyszülött fiát adta értünk, aki elmondhatatlanul szeret bennünket. Mert higgyétek el, hogy hatalmas megtisztelés és boldogság a Jóisten mellett kampányolni. Ez a kampány nem 4 évente van. Ez a kampány minden nap. Nem az utcákon, hanem a szívünkben. Egy választást, amivel semmit nem veszíthetünk, de egy örök életet nyerhetünk. Köszöntöm azokat a 777 csapata nevében, akik már biztos választók, akik már úgy döntöttek, hogy Isten mellett teszik le a voksukat. A mi kis csapatunk nagyon sokat köszönhet nektek. Ti vagytok azok, akik imájatokban hordoztok bennünket, akik kedves üzenetekkel halmoztok el minket, akik ha kell, akkor megállítotok az utcán, és megköszönitek a szolgálatunkat. De a köszönet éppen nektek jár. Nektek, mert a ti támogatásotok nélkül mi sokkal kevesebb emberhez jutnánk el. És kedves bizonytalan választók, titeket is nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Ti, akik már halljátok Isten kopogtatását, de még nem mertek ajtót nyitni neki. Azért köszöntünk talán még nagyobb szeretettel, mint a biztos választókat, mert miattatok kezdtük el a 777-et. Miattatok dolgozunk minden nap. Miattatok szervezünk ezeket az estéket.
hogy megmutassuk nektek Isten szeretetét, hogy elmondjuk nektek, hogy nem lehet a mi magánügyünk az, hogy Isten mennyire szeret titeket. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, az kedves szkeptikusok, Varga Károlyok és Sutóczky Miklósok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket is. És arra kérünk benneteket tisztelettel, hogy adjatok egy esélyt Istennek, mert ő nem egy esélyt adott már nektek. Ti, akik gyakran arra vártok, hogy mi, majd a 77 csapata meggyőz benneteket, arra kérünk titeket szeretettel, hogy nyissátok ki a szíveteket, mert ésszel felfoghatatlan az az ajándék, amit mi mindannyian kapunk. Kedves Csókai doktor úr és kedves Kásler professzor úr, a 77 nevében szeretném megköszönni, hogy azonnal, minden gondolkodás nélkül elfogadták a meghívásunkat erre a mai kampány eseményre. Büszkék vagyunk arra, hogy milyen fantasztikus sikereket érnek el a szakmájukban, az eredményeikre, a nemzetközi hírnevükre. De sokkal büszkébbek vagyunk arra, hogy önök is ebben a kampánycsapatban dolgoznak. Hogy örömmel vallják meg a hitüket, hogy rádöbbentenek minket arra, hogy a tudomány nem Isten cáfolata, hanem éppen az ő csodálatos bizonyítéka. Isten áldását kérem munkájukra és a szolgálatukra, és a ma esti beszélgetésre is. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, akkor ezután a kampánybeszéd után jöjjön, aminek jönnie kell, egy választási beszélgetés arról, hogy kit is érdemes igazán választanunk az életünkben. Azt hiszem, hogy a résztvevőit senkinek nem kell bemutatnom, aki itt van, de biztos vagyok benne, hogy azoknak sem, akik visszanézik majd ezt a beszélgetést online, fogadják nagy-nagy szeretettel dr. Csókai András idegsebészt, a Honvéd Kórház vezető főorvosát, és dr. Kásler Miklós professzor urat, az Onkológiai Intézet főigazgatóját. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és szerettem volna már itt, amikor professzor úr is fönt van a színpadon, mindenki előtt gratulálni, hiszen szűk két héttel ezelőtt nemzeti ünnepünk alkalmából önt a köztársasági elnök úr Széchenyi díjjal tüntette ki. A 77 nevében gratulálunk ehhez. Uraim, hát kezdjünk bele. Néhány nappal ezelőtt, amikor egy számomra nagyon kedves embernek meséltem arról, hogy moderálom majd ezt a beszélgetést, azt mondta nekem, hogy vajon hit és tudomány dolgában lehet-e újat mondani még az embereknek. Én feltenném a kérdést, hogy kell-e egyáltalán újat mondani ebben a témában az embereknek? Inkább... rádöbben az ember még nagyobb mélységekre. Nemrégiben halt meg ez a neves fizikus, a Hawking, ugye, aki kutatta az ősrobbanást, meg úgy az egész, mondjuk így, hogy keletkezés történetet, inkább így mondanám, a legmélyebb fizikai dolgokat, és tényleg egy nagy tudós veszített el a tudományos világ, nem beszélve a egyéni nehézségeiről, tragédiáiról, ahogy le kellett élnie az életét. De azért hiába fejtjük meg mondjuk az ősrobbanást, meg se érti ezt így egy egyszerű ember rendesen, de az ősrobbanásnak a megfejtése, mondjuk, ami egy nagy teljesítmény lenne, igaz? Nem mélyedtem bele. Ugyanúgy eltörpül amellett, hogy Isten rászól a nem létezésre, és létezést teremt. Tehát ugyanúgy eltörpül emellett a misztérium mellett, mint hogy kell nagyon jól egy paprikás krumplit megfőzni. Tehát, és itt valahol itt kell elhelyeznünk a hitnek és a tudománynak a kapcsolatát,
hogyha mi megérzünk ebből valamit, abból, hogy a nem létből Isten elő tudja hívni, képes előhívni a létet, akkor olyan mélységekbe jutunk el, olyan igazságokat tudunk felismerni, ami rendkívüli módon fogja segíteni a saját kis tudományunkban az igazságoknak a felismerését. Hogyan érhetjük el ezt a mély, legmélyebb valóságot, ahol kapcsolatba kerülünk ezzel a magával a teremtéssel? Hát úgy, hogy imádkozunk, és igen egyszerű hídgyakorlatokat végzünk. Tehát valahol ilyen egyszerű, és ezen a szinten bizony hihetetlen erős találkozás van a tudomány és hit közt, de mégiscsak valahogy a hiten jobban csüngünk, mint a tudományon. Köszönöm szépen. Én a tudomány területéről közelítenék a jó Isten felé, bár értelemszerűen fordított a sorrend. Ha erre csak egy mondatom lenne, és tudom, hogy nem fütyül még a bíró, nem is szokott a nézőközönségnek szimpatikus lenni, hanem visszafütyülik, de azért egy mondatban én annyit mondanék, hogy minden az Isten léte mellett szól, és semmi nem szól ellene. Ez a dolog lényege. A tudomány felől nézve ez úgy néz ki, hogy megismerhető-e a világ az Isten nélkül, vagy nem ismerhető meg. A legexaktabb tudománynak a matematikát tartják. Az 1900-as évek első harmadában, 20-as, 30-as években egy Gödel nevű matematikus leírta és bizonyította, hogy minden matematikai képlet egy másik matematikai képlettel cáfolható. Így van ez az Einstein-féle rendkívül egyszerű képlettel is, sőt, mi több, be is bizonyították azóta, hogy ez sem áll. Nem annyira exakt tudomány a fizika, mint a matematika, de amikor megkérdezték Heisenberget, az atomfizika talán legnagyobb csillagát, hogy miből áll a természet, miből áll a világ, akkor ő azt mondta, hogy atomokból. Az atomok elektronokból, protonokból és a többi, azok még kisebb részecskékből, és ezeket addig lehet visszabontani, amíg marad a végén egy matematikai képlet, az pedig egy gondolat. A harmadik tudományág, amit megidéznék, talán ez a leglabilisabb az összes között, ez a lélektan, de volt egy rendkívül nagy személyisége, akiről nagyon keveset hallunk mostanában, mert a természettől eléggé eltávolodott világszemléletbe jobban belefér Freud és Jung. Az előbbi leginkább a saját betegségét vetítette ki az egész emberiségre, viszont Szondi Lipót abból indult ki, hogy a családok történetét tanulmányozva megfigyelte azt, hogy a sors megismétli önmagát. Első világháborúban hadirokkantként bécsi kórházba került, egy szőke, kékszemű, száz ápolónőbe beleszeretett, és éjszaka eszébe jutott, hogy a nagybátyja a szedálnő ütközet után 1870-ben ugyanígy járt, elvette a hölgyet, és az élete egy tragédia lett. És akkor jutott eszébe, hogy nem ismétli-e a saját nagybátyja sorsát, és egész életébe ezzel a kérdéssel foglalkozott. Nagyon röviden annyit. Mindenki a genetikai örökségébe hozza az ösztöneit, a faj és az önfenntartás ösztönét, amit ha szabolátlanul kél, emberhez méltatlan életkörülmények közé kerül, viszont hogyha valamilyen nemes cél szolgálatába tudja állítani az emócióit, akár az ösztöneit is, akkor humanizálni lehet az ösztönöket, és a vele született
kényszer sorsot meg lehet változtatni, választott sorsá lehet átalakítani, aminek egyetlen egy feltétele van, hogy az ember észrevegye a saját tévedéseit és hibáit, ne a szomszédét, mert az könnyű. A hibákat vonatkoztassa saját magára, és ez a garancia arra, hogy változtatni tud rajta. Szondi úgy látta, hogy az élet értelme az ösztönvilágnak a humanizálása, aminek a legmagasabb értéke a szeretet. És itt térnék vissza arra, hogy itt kezdődik a Biblia, a szeretet a lényege, és azzal kezdődik, hogy kezdetben vala az ige, tehát a gondolat. És itt tévedett a szabadkőműves Goethe, amikor azt mondta, hogy a meistens vardität, először volt a tett, a cselekedet. Soha nem cselekszik az ember előtte úgy, hogy ne gondolna rá. És ezért nem mindegy az, hogy hogy gondolkodunk, és milyen gondolatokat közvetítenek felénk, és ezeket a gondolatokat mi hogy továbbítjuk a környezetünknek. Ha már tettek és gondolat, Csókai doktor úr szívesen emleget egy hármasságot, ami mentén az életünket fel kell építeni, hogy először mit csinálunk, utána mit csinálunk, és csak aztán cselekszünk. Ezt megosztaná velünk? Ez érdekes, hogy így levet le. Nemrégiben kaptam ezt. Kitől kaptam? Gyökösi Endrétől kaptam. Ő neki olvastam egy ilyen gondolatát. Mérhetetlenül egyszerű valóban, hogy boldogok, akik mielőtt cselekszenek, gondolkodnak, és mielőtt gondolkodnak, imádkoznak. Én még hozzátenném, hogy még egy kicsit böjtölhetnek is. Ennyivel kiegészítettem ilyen katolikus módon. Valóban így van, csatolódva az előző gondolathoz. Én nekem az életemben, az elmúlt 20 évben valóban személyes megtapasztalásom az, hogy az imádságban, ebben a utazásban, a bennünk élő Krisztushoz itt éri el az ember nem csak a hitigasságokra való ráismerést, hanem a saját kis életének, illetve tudományának, mondjuk így, jelen esetben az én saját orvostudományomnak is az igazságait. Tehát ennyire szoros a összefüggés az imádság és az intuitív gondolkodás, a kreatív gondolkodás között. Mindenkinek ezt annyira tudom ajánlani, lehet, hogy az első 5 percben nem jön semmi, amikor az ember a csendbe visszalép, de biztos lehetsz benne, hogy majd a 4., vagy 5., vagy a 10. fog jönni olyan gondolat, ami bizony az életednek egy más folyást ad, vagy megoldja azt a stressz helyzetet, amiben kerültél, és jó irányba oldja meg. Érdemes erre oda tenni azt a fáradtságot, mert ez nem könnyű, nehéz, jönnek rossz gondolatok, túl kell evezni rajta. Hihetetlen fontos a mély imádság az életünkben, tehát valahogy így építem én fel. Számtalan megtapasztalásom van erről. Most ez nem erről szól ez a beszélgetés, hanem ez ilyen majd talán a második részben. Már az első megszólalásaikban is elkezdték megválaszolni a következő kérdésemet. Tehát, hogyha tovább visszük azt a gondolatsort, amit önök megnyitottak, hogy a tudomány Istenre talál, akkor foglalkozzunk a kérdéssel továbbra is a tudomány eszközkészletével, és tudományos érvekkel igyekezzünk bizonyítani a tézist. A tézisünk pedig úgy szól, Isten van. Az emberiség történetét Krisztus előtt most ne nézzük. Érdemes lenne, csak nincs rá időnk. Krisztus viszont egy új minőséget közvetített az emberek felé, és az ő általa tett kijelentés, hogy ego sum veritas, én vagyok az igazság, igazság szabadtát tesz. De mivel egyikünk se büntelen, mindegyik vétkezik,
nem elvárható az, hogy ilyen életet éljünk, de megkaptuk a módszertant is, mert ego sum via. Tehát járjatok az én utamon, próbáljatok közel kerülni ahhoz, amit képviselek. Na most a hit és a ráció teljes összhangban volt, egészen a reneszánszig. Itt sem mennék bele a részletekbe, hanem inkább azt mondanám, hogy az 1343-44-es nagy pestis járvány az emberi gondolkodást megbillentette a hit és a ráció vonatkozásában. Nagyon jól szemlélteti ezt három költő, Petrarca, Dante és Boccaccio, akik egy időben éltek Nápolyban, onnan kerültek Firenze, és így tovább. Tehát az egyik a mély, elvont Petrarca, a másik Dante, akit az egyik legmélyebb keresztény költőnek tartanak, de azért ő nagyon ügyesen bánt a nyelvet, tehát legalább háromféleképpen lehet értelmezni, amit leírt, az isteni színjátékot. És végül Boccaccio, aki idős korában azt mondta, hogy ő kizárólag csak azért írta, hogy okuljanak belőle a férfiak, nők ne is olvassák. Na most a felvilágosodás során, amit úgy hívunk, hogy felvilágosodás, megbillent a ráció és a hit egyensúlya. Leírta a Biblia tanulmányozása során a mechanika törvényeit Newton, és ezzel azt a látszatot kölcsönözte, hogy legalábbis a fizikában a mechanika törvényei elkormányozzák a világot, mindent ki lehet számítani hátra is, előrefele is, tehát nincs szükség az Istenre. Na most ezt a módszert, ami a mechanikára vonatkozik, kivetítették az emberi gondolkodás további területeire is, aminek a vége az lett, hogy eljutottak a felvilágosodottak, az illumináltak, eljutottak az ateizmusig, aminek a dühöngő kirobbanása volt a nagynak nevezett francia forradalom, ami a világtörténelem legbrutálisabb forradalma volt. Itt már az Isten létét tagadták. Ez csúcsosodott ki, most mondhatom, kezdhetem az izmusokat, a malthusianizmus, Nietzsche, Der Gottes Tod, és lehetne folytatni, mert semmi nem bizonyított a természettudományos módszerekkel az Isten létét. Egészen addig, amíg 1896-ban Becquerel fel nem fedezte az izotópokat, és le nem írták azt, hogy a megadott izotópra jellemző időtartam alatt az izotóp elveszti a tömegének a felét. De hogy melyik felét? Ezt nem tudták megmondani. Tehát ez volt az a pillanat a tudományok történetében, amikor nem lehetett nélkülözni az Istent, hiszen volt egy olyan tényező, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, amelyik a természettudományokkal nem magyarázható jelenségeket és irányítja. Visszatérve az ősrobbanásra, ez minden spekuláció, hipotézis. Semmiféle bizonyíték nincs, mint ahogy a tudománynak szinte minden megállapítása hipotézis. Azért mondtam el a Gödel szabályt, hogy minden relatív. Egy viszont nem relatív, hogy ez a világ van, ez a világ létrejött, és ez a világ rendkívül finom paraméterek között működik. Benne mi is, magunkról aztán végképp alig tudunk valamit, agysebészül itt mellettem. Hát a gondolkodásunkról, a hitünkről szinte semmit nem tudunk. Körülbelül azt tudjuk, hogy macska neuronjai között milyen transzmitterek viszik az ingerületet jobbra-balra és a többi. Tehát én röviden ennyit mondtam volna, és ez a dolognak a lényege, hogy a természettudomány úgy alkalmazta a módszereit, ahogy nem lett volna szabad, mert nem lehet vizsgálni a természet vizsgálatára alkalmas módszerekkel, az élőlényeket vagy a biológia módszereivel nem lehet vizsgálni az emberi gondolkodást vagy az Isten létét. És itt jutunk el a hit felé, tehát hogy helyreálljon a ráció és a hit,
nagyon régen megbomlott egyensúlya, és ez mindnyájunkon múlik, mert a Jóisten mindenkit megérint, én is megélem minden nap, legfeljebb nagyon sokan nem veszik észre, nem figyelnek oda, vagy nem értik. Tehát ezért kell elmélyülni, ezért kell gondolkodni, órát, laborá, bencések és a többi, Monte Cassino és a többi. Igen. Még annyit, én annyi a kérdéshez annyit tennék hozzá, hogy nyilvánvaló, hogy fehérje molekulák, koleszterin molekulák, nátrium, kálcium atomok, vízmolekulák nem képesek az önfeláldozó szeretetre például. Mert hogy ebből áll az agyunk. Tehát a gondolat az nem az agyban van. Az agy szépen kivitelezi a gondolatot. De azt, hogy mondjuk Maximilian Kolbe kilépett ott a lágerba, ahelyett a családos ember helyett, és vállalta, hogy ő bemegy a gázkamrába, ez nyilvánvaló nem lehet a periódusos rendszer elemeinek a terméke. Ez volt az egyik. A másik, hogy amit mondtál, hogy Isten van, szóval ez a férfiak problémája különben, ezért meg is halnak 10 évvel korábban, mert ez rengeteg stresszel jár ezen logikailag, ugye ezen gondolkodni. A hölgyeknek a szíve az egy sokkal eredményesebb út, úgy gondolom. De azért én ahogy én, hogy spóroljak, szóval ne kelljen annyival előbb elmenni, mint a drága feleségemnek, avval nyugtatom, azért 3 nagyon erős logikai érvet találtam, aminek a kiinduló alapja az, hogy ugye az, hogy a nem létezésből hogyan hívja Isten elő a létezést, hát erre nagyon nehéz azért igazi ezt átlátni. Ugyanilyen misztérium a szűzi fogantatása a szűzanyának. Abba se tudunk belelátni. Viszont a feltámadás misztériumába bele tudunk látni. És az ugyanolyan misztérium, hogy Isten van. Mert a lélek halhatatlanságáról már Platón is beszélt, meg körülbelül 2000 vallás beszél erről ma is a Földön. De a testnek a feltámadásáról nem. És ennek bizony 3 kemény tudományos bizonyítéka van. Az egyik bizonyítéka a természettudományos bizonyíték, Turini lepel. Szépen le van írva, hogy kiderítették a NASA-nak a tudósai, hogy egy ilyen lenyomat létrejöjjön, ahhoz mondjuk 50 billió watt vákum ultra ibolya sugárzás szükséges, amit se a természet, se a tudomány nem tud így előállítani. Akkor ott van a történettudományi bizonyíték. Elhisszük, hogy Pitagórasz alkotta meg azt a tételt? Elhisszük, persze, hogy elhisszük. És csomó mindent elhisszünk, mondjuk azt is, hogy élt Petőfi Sándor. Azért, mert leírták, közreadták, továbbadták, elhisszük. Hát ugyanígy a feltámadásnak megvan a történettudományi bizonyítéka. De számomra különben a legmegnyugtatóbb és legfontosabb a pszichológiai bizonyítéka, mert az is egy tudomány. Persze a pszichológia nem tudja mélységében kutatni a lelkünket, mert azt tényleg csak Isten látja, de azért ott a felszín tudja pontosan a genetikai öröklődéseket. Szóval nincs olyan, az nem emberi, hogy egy blöffér, egy kamuér, egy hazugságér, a legdurvább vértanú halált vállalnák az a 12 egyszerű halász ember, mert János apostolt is beledobálták ilyen forró szurokba, meg lobogó forró vízbe. Ez nincsen, és kitalálják előre az egész egyháznak a katekizmusát. Képtelenség. Ha csak ez ebbe a 3, a férfi társaimnak mondom, hogyha ebbe a 3 apróságba belegondolunk, akkor nyilvánvaló a feltámadás misztériuma. Onnan meg nagyon erős, könnyű eljutni oda, hogy Isten van.
Én eddig egészen más típusú magyarázatokat hallottam arra, hogy mi férfiak miért élünk rövidebb ideig. Sokkal megnyugtatóbb az, amit most doktor úr adott közre. Úgy hirdettük meg a mai estét, hogy két olyan emberrel beszélgetünk, akik egyszerre szolgálják Istent és a tudományt. No, de azt gondolom, hogy nem csak én, hanem itt mindannyian a teremben rendszeresen, gyakorlatilag napról napra azt tapasztaljuk, hogy még mindig nagyon sokan ezt két élesen egymásnak ellentmondó kategóriaként próbálják meg leírni, mint hit és tudomány, vallás és tudomány, akár Isten és tudomány. Miért tapasztalhatjuk ezt még mindig, hogyha például rengeteg 777 offline van, ahol okos emberek el tudják mondani az erős összefüggést. Szóval mi az a társadalomban, amin nekünk változtatnunk kell, hogy ez végre ne ellentmondás, hanem és kapcsolat legyen? Erre tulajdonképpen megadtam a választ, reneszansztól kezdve vezettem le. Tehát az emberek gondolkodtak előtte is, ha már András megemlítette, akkor megemlítem én is, hogyha Szókratesz egyáltalán létezett, már pedig Pláton szerint létezett, és ha elolvassa az ember a Szókratesz védőbeszédét, vagy a Fütont, ami szerves része, Szókratesz eljutott a gondolkodás segítségével az egyisten hitig. És őt a fiatalság megrontása miatt és az Isten tagadás miatt ítélték meg. Azért, mert nem a görögök politeizmusába sok istenébe hitt, hanem az egyetlen egy teremtő Istenben. Amit András elmondott, ez szó szerint így van. Tehát a dolgoknak a gyökere az, hogy amit említettem, hát a Turini leperről lehetne 4 órát beszélni. Egy a 25-e a valószínűség, 10 a 25-en a valószínűsége annak, hogy a lepel nem igazi. Tulajdonképpen egyetlen egy tudományos érvet sem tudnak felhozni, ami a lepel eredetisége ellen szólna. Ennek egyébként sok magyar vonatkozása is van, de azt majd legközelebb. Tehát a Turini lepel valóban bizonyíték arra, hogy a feltámadás megtörtént. Na most, ha az ember elfogadja azt, hogy a gondolat minőségileg más, elfogadja azt, hogy a gondolat nem véletlenül jött létre, hanem igenis a teremtésnek a része volt, hát akkor ebből következik a tudomány, de a tudomány és a hit között nem volt kontradikció. Hát ne arra gondoljunk, hogy Newton egész életébe fel akarta fedezni a mechanikai törvényeit, nem. Ő szerette volna a Bibliát megérteni, és az egész életét a Biblia tanulmányozására fordította. És véletlenül felfedezte a mechanikai törvényeket, mert éppen arra fele járt. Tehát nagyon szoros a tudomány, tehát az Isten, a hit, a gondolat és a tudománynak a kapcsolata egyik nem létezik igazán a másik miatt. Ha már szóba került az életkor, én mindig arra gondoltam, hogy férfiak valóban korábban halnak meg, ők élnek a nőkkel. A nők pedig a férfiakkal élnek, és lehet, hogy ez a magyarázat. Köszönöm. Akkor, ha én jövök, akkor egy másik vetületére vinném a beszélgetésnek most a szót. A kicsit a személyes életükre szeretnék rákérdezni. A hivatásukban, a hétköznapjaikban önök hogy élik meg ezt a istenhitet, hogyan tesznek esetleg tanúságot róla, és hogyan reagál erre a szűk környezetük, mondjuk a munkatársi körük? Mai példa, indul a műtét, nehéz műtét indult, és a végén egyszer nem ébredt fel a beteg, mindenki teljesen mondjuk így paf volt. Egy órán át nem ébredt fel a beteg, már el is vittük a CT-be, hogy biztos valami vérzést vagy stroke kapott, és aztán utána viccesen még plusz egy fél óra múlva fölébredt. Tényleg nem találkoztam még ilyennel. Tehát sok stressz van, szükség van a segítségre. De nehéz, nagyon nehéz ez, nagyon össze kell az embernek szedni magát. Ma azzal a kiáltással kezdtem a műtétet, egy nagy nyaki gerincvelő daganat volt különben ez a beteg,
hogy ismeritek-e a szeretett láng rózsafüzért? Néma csönd a műtőben. És akkor pedig mondom, nagyon jó dolog, és akkor mindig azt csinálom, hogy a műtét kezdete előtt egy ilyenkor, hogyha a szűzanyára utalok, akkor az üdvözlénynek csak a második részét mondom el. Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösök érte, jó kihangsúlyozom, most és halálunk óráján, amen. Hát ilyen, de kicsit úgy viccesen is kell azért. Szóval nem szabad számon kérően. Nem könnyű. Nagyon nehéz az embernek kinyitni ilyen élesen a száját, de például, ahol voltam misszióba, Afrikába, ott az egész csapat egy tized rózsafüzért mond a műtét kezdete előtt. Szóval ott ez teljesen normális. Nehéz, nehéz itthon, de én mondjuk mindig valami utalást egy műtét kezdete előtt, a második műtét az egy könnyebb volt, akkor csak annyit mondtam, hogy na kérjük ehhez a műtéthez a Jóisten segítségét. De ki kell mondani jól artikulálva, sokat szoktam erről vitatkozni a drága feleségemmel, ő mondja, hogy kevesebbet beszél erről. Ő mondja, hogy volt is egy ilyen, hogy ne sokat beszélj a gyerekeidnek Istenről, inkább beszélj Istennek a gyerekeidről. Igen, lehet, ez is igaz. Hát habitus kérdése. Nekem, amikor a rossz életem volt, mielőtt mondjuk így sikerült visszafordulnom a gyermekkor hite felé, akkor is volt bennem ilyen, akkor ilyen rossz értelembe vett feltűnési viszketegség. Hát sok idegesítő dolgot csinál az ember ilyenkor, a környezete számára. Azóta úgy látszik, a Jóisten erre használja, hogy így mondjuk, hogy kimond az ember ilyet. Sokaknak sokkal több orvos imádkozik, mint gondoljuk. Amikor a sebész bemegy a szobájába, és nehéz volt a műtét, ott mindenki téldre esik. Az más kérdés, hogy nem mondja, de olyan időket élünk szerintem, hogy úgy kell mondani, nem csak itt könnyű mondani előttetek, ez nem kunszt, de ott abban a nagy pogány massza előtt mondani, az egy más dolog. Nem tudom kihagyni, hogy mondjam, hogy András nagyon könnyen imádkozik műtét előtt, de voltak nehezebb időszakok is, és volt egy magyar sebész, Cejda Pommerszeim, aki háromszor annyi pajzsmirigyet operált, mint Koher, aki ezért Nobel-díjat kapott. Ő valóban ott volt a kereszt a műtőbe, és imádkozott. És megkereste az AVH, hogy Rákosi elvtársnak strumája van, meg kéne operálni. És akkor mondta Pommerszeim, hogy hát tessék, akkor operálják meg. De hát őrrel gondoltak. De szóval rendben van, egy-két feltétel van, kereszt marad a helyén, két AVH-s orvos asszisztál, és ha úgy látják, hogy nem jó mozdulatot tesz, akkor szólnak. Úgyhogy a kereszt maradt, két AVH-s orvos fogta a kampót, Pommerszeim meg megoperálta Rákosi Mátyást. Na most visszatérve az eredeti kérdésre, édesapám jogász volt, és ő mindig azt mondta, hogy a 10 parancsolat a legtökéletesebb törvénykönyv, és ha az ember soha nem lépi túl, akkor soha nem kerül összeütközésbe a törvénnyel. Én vallom azt, hogy a legtökéletesebb erkölcstani könyv, és ha az ember tartja magát a 10 parancsolathoz, nem kerül szembe az embertársaival, és nem kerül szembe a társadalommal. És még egy van, ez saját találmány, jelzem, nem plágium, hogy a legtökéletesebb népegészségügyi gyűjtemény, tudnék, a halálos betegségeknek jó 70-80%-át a 10 parancsolat megtartásával el lehet kerülni. Tehát én nem imádkozom a műtéteim előtt, annál is inkább, mert 6-7 éve már befejeztem ezeket. De én igyekeztem úgy leélni az életemet, hogy megértsem azt, hogy mi a 10 parancsolat, miről szól, mi a tartalma.
Mi a mélysége? Én nagyon sokszor elolvastam a Bibliát, és meg kell, hogy mondjam, soha egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy ne kaptam volna a kérdésemre választ. De a Bibliát olvasni rendkívül nehéz, és nagyon végig kell gondolni, hogy miről szól. Nagyon gyakran hallom professzionális emberektől, hogy amiről beszélnek, azt nem értik. Tehát nagyon lényeges az, hogy oda kell figyelni arra, hogy a Biblia mit ír, és mivel mindnyájan bűnösek vagyunk, tudjuk, hogy milyen módon utoljára mulasztással, nyilván mi is követünk el bűnöket, de ha megértjük, hogy a Bibliának mi az üzenete, mi a tartalma, akkor törekedhetünk arra, hogy azokat elkerüljük. Ha már Széchenyi szóba került más összefüggésbe, ő az egész életét azzal töltötte, hogy minden áldott nap lelki ismeretvizsgálatot tartott. És végig gondolta azt, hogy előző nap mit csinált jól és mit csinált rosszul. Ha Széchenyi nem tette volna ezt, volt egy híres története egy francia trapista kolostorban, de ez megint időtrabló. Ha nem ezt tette volna, ha nem vizsgálja a lelki ismeretét minden nap a Biblia szellemébe, akkor Széchenyi István nem lett volna Széchenyi István, nem ő lett volna a legnagyobb magyar, én meg nem kaptam volna meg a róla elnevezett díjat. Egy másik ilyen humoros szösszenet, megint ma reggelről, úgy látszik, hogy ma készültek ilyen történetek. A másik ilyen tulajdonságom, hát én vagyok az osztályon a főnök, megtehetem. Minden reggel a vizit indulása előtt, körülbelül egy perccel fél nyolc előtt, mert nagyon pontosan kezdjük a vizitet, de akkor szabad idő van, tehát senki nem mondhatja, hogy ilyet nem lehet csinálni. Vagy Teréz anya breviáriumából, vagy Böjte Csabának ilyen egyperceseiből szoktam felolvasni. És ma az egyik Böjte atya idézetet olvastam, arról írt, hogy úgy is kezdődhet ám ez a 10 parancsolat, amiről pont Miklós beszélt, hogy boldogok akik, és akkor elmondjuk a parancsot, hogy akik nem lopnak, akik nem hazudnak, nem ölnek. És ma oda arról a részre értem, hogy boldogok, akik nem kívánják mások feleségét és házát. És akkor az egyik nővér úgy megszólalt, hogy azért, mert úgyis megkapják. Szóval ez egy ilyen mai humoros történet volt. Hát vannak ilyen reakciók is, de úgy elfogadják, mondjuk így, hogy elviselik. Lehet, hogyha beosztott lennék, fenéken billentenének, hogy öreg, fussál ezekkel a meditációkkal el, nem tudom. Meg azon gondolkoztam, hogy egy ilyen rákosit operáljuk szituációban, hogy feküdt volna az imádkozzál érettünk bűnösökért, úgy jól megnyomva. Professzor úr, doktor úr, önök folyamatosan rizikós helyzetekkel találkoznak a pályájuk folyamán. Milyen üzenetet fogalmaznának meg a 21. század ifjúságának, aki rettentően fél meg annyi rizikótól, ami vár rá az életében? A rizikó jön, nem az ember teremti. Kikerülni nem lehet. Én fenyak sebész voltam, tehát a koponya alap és a kulcsont közötti szerveket operáltuk. Nagyon kiterjesztett. Műtétek rekonstrukcióval együtt nagyon gyakran eltart 10-12 órát. Sokkal bonyolultabb, mint az agysebészet. Na most ugye itt vannak mesterségbeli ismeretek, amit tulajdonképpen mindenki, aki sebésznek megy, és nem áll jól el a vér látványától, elsajátít. De minden sebész életében vannak olyan pillanatok, nagyon ritkán, amikor vagy van képessége uralni azt a helyzetet, vagy nincs képessége.
Például a fejnyak területén ilyen, hogyha a koponya alap közelébe megsértem a agyat ellátó főverőeret, azt el kell látni, mert a beteg, ha lekötöm az eret, 50%-ból rögtön meghal. Na most én ezekkel a helyzetekkel mindig úgy voltam, hogy minél nehezebb helyzetbe kerültem, én annál hidegebb fejjel, majdnem azt mondom, hogy szinte annál távolabbról néztem az eseményeket, és ez egyszerűen azért volt, mert mivel naponta megéltem, és pont a turini lepellel kapcsolatban volt is egy személyes élményem, tehát én tudom azt, hogy van az Isten. Azon túl, hogy a turini lepel ezt bizonyítja. Tehát mindig azt éreztem, tehát volt hitem, tehát tudtam azt, hogy a jó Isten vigyáz a betegre, meg én meg ott vagyok eszköznek, hogy amit lehet, próbáljam meg megtenni. Tehát én megint csak arra térnék vissza, hogy tessenek a Bibliát megérteni. Hát ha már, ugye elmondja András az előbb azt, hogy ne paráználkodjatok. Orvostársaságban vagyunk, magasan kvalifikált orvosok, 15-en, ne paráználkodj. Ebből a 15-ből 10 ezt úgy értelmezte, hogy az a paráználkodás, hogyha kiáll valaki az utca sarkára és megadott pénzösszeg ellenébe, hogy mondjam csak, előre megbeszélt körülmények között. És senkinek eszébe nem jutott, hogy tisztes úriasszonyok, családanyák és a többi rájuk is vonatkozik. Tehát tiszta fogalmakkal kell gondolkodnunk. A szavakat az eredeti értelmükbe kell értelmeznünk. Annak vagyunk jelenleg megélői, például pszichiátria, ha már erről beszélünk. Ugye az átlagostól való jelentős eltérés jelenti a devianciát. A mass médiumok hatására új szokásokat sajátítunk el, és ami addig deviancia volt, az emberek egyre gyakrabban, egyre nagyobb tömegben úgy élnek. Akkor már az lesz a normális, és aki az eredetileg normális értékek szerint ért, az a deviáns. Na most az értékeket az idő megszűri. A kereszténység 2000 éves múltra tekint vissza, ezen túlmenően is vannak értékek. Tehát ezeket az értékeket kéne felismerni, és ezt általánosítani. És azért örülök, mert mindig, ha meghívnak, mindig 80 év fölötti ifjak vannak, szellemi ifjak. De most ténylegesen fiatal embereket látok, tehát önök eldönthetik azt, hogy hogy akarnak élni. És lehet élni szépen is, csak meg kell hallgatniok, hogy hogy lehet szépen élni, fel kell ismerni, hogy mi a szép élet. És ezt otthon, ha nem kapja meg valaki, és még az iskolában sem kapja meg valaki, akkor van nehéz helyzetbe, de akkor még mindig támaszkodhat az egyházra, meg támaszkodhat saját magára. Elnézést, a hosszabb voltam. A rizikó kapcsán meg kell említeni, ugye a pszichológia leírja, hogy kapuzárás előtti pánik. Most a fiataloknál a kapu nyitás előtti pánik van, nem házasodnak. Tehát, mert azt is egy rizikónak gondolják, pedig a legcsodálatosabb és legteljesebb kaland a házasság. Csak végig kell csinálni, végig kell vinni. A másik mondjuk így szakmai rizikó, amiről beszélsz, hát azért vannak technikák, amivel ezt ki lehet védeni. Én mindig el szoktam mondani, hogy sok idő kell, ami kidolgozza ember ezeket a technikákat az ember. Nekem az elmúlt 15 év hozta meg, én is egy ilyen félelembe élő sebész voltam, hogy állandóan féltem, hogy a szövődménytől meg mi lesz. Nem voltam bátor. És akkor 15 éve kezdtem el rendszeresen friss halottakon a boncolás keretében ugye a legnehezebb agyműtéti részeket gyakorolni, és ez bizony óriási fejlődés hozott, és megértettem azt a, nem tudom, talán Mozart mondta, hogyha
egy napot nem gyakorlok, azt én észreveszem, ha kettőt, akkor azt a zeneértő közönség, ha hármat, azt meg a laikusok is. Tehát valahogy én is, ez egy ilyen például egy technika, és látom azt, hogy mennyire nincs ez benne a mikrosebészetben. A mikrosebészetről beszélek, a makrosebészetet meg lehet asszisztensi oldalról tanulni. És azért nincs benne, mert félnek az orvosok a haláltól, és a boncteremben a halállal találkoznak, és Európa, a fejlett világ menekül a haláltól. És mivel találkozna az ember, hogyha állandóan ugye friss elhunyt testvérein gyakorol. Tehát ez is egy spirituális munka. Még az utolsó gondolat, hogy a legnagyobb rizikó talán a hívő fiataloknak, amikor találkoznak az Isten némaságával. És az tényleg egy nagyon nehéz érzés, hogy miért történt ez velem. Ott nincsen más, ki kell bírni, ki kell tartani a hitben, és fogsz választ kapni. De ez egy tényleg egy, most ezt komolyra fordítva, ez egy nagy rizikós félelem, amikor azt látod, hogy Isten hallgat. De meg fog szólalni, ha kibírod. Én nagyon röviden csak annyit tennék hozzá, hogy amikor úgy éreztem életem során, hogy nagyon nagy tragédiák történtek, vagy hátrányért háttérbe szorítottak, eltelett két nap, két hónap, két év, és kiderült, hogy az úgy volt jól. Tehát a Jóisten beavatkozik az ember életébe, csak nem veszi észre az ember, illetve sokszor észreveszi, de sokszor nem érti meg, mert az elménk korlátozott működésű, de higgyel mindenki, hogy tényleg a Jóisten segíti az embert, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem. Azt hiszem, bíró helyett a baba jelzi nagyon diszkréten, hogy letelt az első fél időre szánt időnk. Nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést. A második 45 percben, és arra kérek mindenkitől, legyen igazi csapatjátékos, 10 perc szünetet követően kerül majd sorra. Tehát a második felvonásban majd ti kérdezhettek a vendégeinktől. Érdemes tehát akkor még visszakapcsolni a második 45 percre. 10 perc szünet után innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést mindenkinek. Ekkora tömeget nem könnyű mozgatni, kivéve, hogyha a tömeg nagyon-nagyon együttműködő. És ezt külön köszönöm tényleg mindannyiótoknak. Köszönjük azoknak, akik a szünetben az adományaikkal támogattak minket, akik esetleg nem tették meg, ne aggódjanak, mert természetesen a rendezvény után is lesz rá lehetőség. Én visszaülök ide az urak társaságába. A második blokkban ígértük, hogy ti fogtok tudni kérdezni. Ketten is rendelkezésre állnak majd. Téglási Nóra és Harnati Dóra odaszalad mikrofonnal, hogy ha kérdésetek van, és akkor fel tudjátok azt tenni, úgyhogy mindannyian halljuk. Akik a karzaton, illetve a páholyokban foglaltak helyet, de mégis szeretnének kérdezni, számukra két lehetőség is adott. Az egyik az, hogy el tudják, de ezt akár lentről is el lehet természetesen játszani, el tudjátok küldeni a 777 Facebook oldalára, chat formában a kérdéseteket, és ezt továbbítják nekem a kollégák, illetve hogyha személyesen szeretnétek feltenni a kérdéseteket, akkor kérünk szépen, hogy fáradjatok le ide a főbejárathoz, a díszterem főbejáratához, és akkor itt a hölgyek ugyanúgy mikrofonnal ki tudnak titeket is szolgálni, mint azokat, akik egyébként lent foglalnak helyet. Amíg megfogalmazódik az első kérdés a közönség soraiban, egy indító kérdéssel azért még készültem. Mi a 777 felületén is beszámoltunk arról a napokban, hogy felmérések szerint a magyar fiatalok kb. 67%-a nem vallásos. Fenntartva a lehetőségét, hogy akár hiteles is az ezt mutató felmérés, önök hogyan értékelik ezt a helyzetet? És akkor nekünk most már csak egy mikrofonunk van. Nagyon, mondjuk, talán Miklós azért adta oda, mert tudja, hogy
öt gyermekünk van, és a korfa úgy van, hogy 18-tól 35-ig, és ugye végigkövettük a feleségemmel a gyerekeknek a hitéletét. Az biztos, hogy attól, hogy édesapa megtér, attól a gyerekek nem fognak megtérni. Szóval ez egy saját tapasztalat, velem ez mondjuk 20 éve történt, nagy boldogságban voltam, hogy majd mi is jönnek utánam. Hát azért nem így megy ez. Na. A másik az, hogy azért azt tudnunk kell, hogy mindenkiben van egy természetes visszahajlás Isten felé, függetlenül attól, hogy milyen kultúr vagy vallási körbe születik, és pontosan azért, mert mi tudjuk a feltámadást, nem csak hisszük, ez a visszahajlás a Szent Háromság egy Isten felé van. Attól még, hogy ő ezt nem tudja, mert miért tudná a beduin, vagy miért tudná a hindu, vagy miért tudná a buddhista, attól még az ott van. Tehát amikor valaki közeledik a mélységei felé, mondjuk így, hogy önvizsgálatot tart, lelkiismeretvizsgálatot tart, meditál, mindfulness-t használ, azért mindenki ugyanabba az irányba megy. Mindenki a benne élő Krisztus felé megy, függetlenül attól, hogy nem ismeri fel. Tehát ezt meglovagolva, én azt gondolom, hogy úgy érted ezt a 67%-ot, hogy nem sorolódik be egy definiált vallásba, mondjuk. De azért abba kételkednék, hogy a fiatalok 67%-ának nincsen igénye arra, hogy a mély valós énjét megismerje, ami nem más, mint valamiféle kép más mégis. Tehát nem látom azért ennyire rettentőnek a helyzetet. Fiatalok, fiatalok. Legközelebb nem adom oda Andrásnak a mikrofont, mert nem adja vissza. Tehát ugye itt a probléma abban van, hogy nem találkozik a hittel a gyermek. Otthon nem látja a szüleitől, mert a szülők már abban a 4-5 évtizedben nevelődtek fel, amikor nem csak, hogy nem lehetett a hitet gyakorolni, és nem is lehetett tanítani, és nem is lehetett tanulni, hanem elfordították az emberek gondolkodás módját más irányba. Kiszámoltam, hogy a 20. században 7 olyan rendszerváltozás volt Magyarországon, ami ideológiai rendszerváltozást is jelentett, amikor 180 fokban mást követeltek meg, mint az előző rezsim. Volt, amelyik évtizedekig fennállt, volt, amelyik csak néhány hónapig. Tehát ezt az emberi psziché nagyon nehezen követi ezt a hétszeres változást, és a nagy probléma az, hogy otthon a családban nem látja, a példa számít. Meggyőződésem, hogy a szöveg nem sokat számít. A példa az nagyon sokat számít. Legalábbis én édesapámat láttam, halála után értettem meg igazán azokat a mélységeket, ahogy ő élt. Boldog életet élt 89 éves koráig, illetve attól kezdve meg végképpen. Az iskolába pedig nem folyik nevelés. Oktatni még úgy, ahogy oktatnak, többé-kevésbé tényszerűen oktatnak, ebbe se vagyok biztos. Társadalomtudományokat rendkívül masszívan eltorzítva oktatják, tehát azok a klasszikus értékek, hogy ami az identitás részeit képezik, tehát ember vagyok, magyar vagyok, hívő vagyok, és a többi, és a többi. És a magyar kultúrának az elképesztő kincses tárát nem ismertetik meg a diákokkal. Na most magyar nyelv nagyon plasztikus, akit nem nevelnek, az neveletlen. Nem szédelegnek be a fiatalok a templomba,
Nem elég azt mondani, hogy menj be, fiam, a templomba, aztán kezdj el imádkozni. Tehát itt én azt hiszem, hogy döntő fordulat volt, amikor az etika és a hittan oktatását visszaállították. Mert legalább ízelítőt kap abból, hogy ilyen létezik. És ha csak egy-kettő elkezd rajta gondolkodni, egyébként én érzékelem, nem a tavasz miatt, a rügyeket, amiből majd egy szép nemzedék kisarjadhat, akár több generáció után, és visszaállnak a klasszikus értékek. De itt egyszerűen arról van szó, hogy ezt nem kell passzívan nézni, hanem példát kell mutatni, beszélni kell róla, nem úgy, hogy ez a kötelező, hanem egyszerűen beszélgetni ezekről a dolgokról. Van-e kérdés, már megfogalmazódott-e valakiben, aki felismeri tenni esetleg így a nyilvánosság előtt a kérdését, először, másodszor, harmadszor. Én azt látom egyébként, hogy a legélelmesebb olvasóink közvetlenül nekem küldik az üzenetet, és kiiktatják abszolút a 777-en. Most mégis olyat teszek fel, hogy akkor a leginkább fair legyek, ami a 777-en keresztül jött, és köszönöm, hogy továbbítottátok. Mit gondolnak a tudomány és technológia jelenlegi fejlődéséről, az új trendekről, mint a transhumanizmus, a mesterséges intelligencia kutatása, vagy a társadalmat várhatóan gyökeresen átrendező automatizálás, robotika. Kell-e, lehet-e a vallás oldaláról megközelíteni ezeket a kérdéseket? Tehát én úgy látom, hogy az emberi gondolkodás színvonala nem fejlődött az utolsó 2,5 évezredben. Nagyon sok vonatkozásban visszafejlődött, leszűkült, aránytévesztések vannak, amiből egy-kettőt említettem. Tehát amit filozófiában le lehet írni, azt leírták a görögök. Ezt a latinok összesítették az Éneiszbe, 2000 év kulturális eredménye van benne, sőt, mi több, még az alvilágot is megjárja. Tehát az emberi gondolkodás nem fejlődik egy fikarcnyit se. Ugyanakkor viszont a technológia fejlődik, mert mindig valamit létrehozunk. A robotizáció megkönnyíti az életet, ez a technikai civilizációnak a része, ami egyúttal olyan, mint a varázsgömb, hogy az emberek látását, a kitekintését elvakítja, mert hát most, hogyha nincs ez a mikrofon, attól én még tudnék önökkel beszélgetni, legfeljebb berekednék egy idő után. Tehát nagyon sok olyan technikai eredmény van, amelyik megkönnyíti az életet, de nem biztos, hogy az emberhöz méltó életet segíti elő. Ugyanakkor viszont azt a látszatot kölcsönzi, minthogyha az emberi elme az a modernség, az újdonság, az lenne az élet igaz értelme. Hát nem az. Mondok egy példát. Itt van a mobiltelefon. Ma annyian hívtak, hogy kettőt vissza kellett hívnom a szünetbe. A beszélgetések 90%-ának semmi értelme nincs, mert valaki ráér, főhívja a másikat, magányos, beszélgetni akar, és a többi. Amíg nem volt mobiltelefon, akár csak hálózatos, vagy amikor telefon se volt, és leült beszélni két ember, akkor a lényegről beszéltek, és megbeszélték azt, ami fontos, mert tudták azt, hogy majd legközelebb 2 hónap múlva. És nem akarom ezt most ízekre szedni, de az élet minden területén így van. Én a technikai fejlődést nagyon sok vonatkozásban az emberi élet minőségére hátrányosnak tartom. Még egy plusz gondolat, hogy a tudomány ott hibázik, amikor elhagyja a szolgálati őrhelyét, és a soha meg nem ismerhető igazságokról akar a saját módszereivel komoly következtetéseket levonni. Ugye Miklós ül mellettem, talán valóban ő Magyarországnak a onkológiában a legprominensebb, legnagyobb tudású
orvosa, és ő, ha valaki igazán tudja, hogy lehetnek statisztikáink a daganatoknak a növekedési ritmusáról, de soha nem mondhatjuk azt egy embernek, hogy maga másfél hónapon belül meg fog halni. Mert hogyha 10-ből egyszer ez nem következik be, akkor ez bizony egy nagyon-nagyon rossz gondolat. És sajnos az orvostudomány, látom a saját szakmámba, odáig tévedt, hogy a legnagyobb misztériumról akar tudományos módszerekkel, sztadizásokkal véleményt mondani. És így bizony könnyen találkozhat egy orvos olyan esettel, hogy 3 év múlva jön szembe a beteg, és azt mondja, hogy doktor úr, bocsánat, de mégis élek. Én ezt a súlyos koponyasérülteknél láttam meg. Hát nem kell nekem arról gondolkozni, hogy meg fog halni, nem fog meghalni. Ha el tudok valamit végezni, azt elvégzem. Szóval ezek nagyon fontos problémák. A tudomány elérkezik, amikor elérkezik a misztérium határához, ott le kellene térdelnie, de hát sajnos beképzeltek vagyunk, és a tudomány Isten itt is sokszor önmagát. Ez csak egy kiegészítés volt. Újra feldobom a labdát. Van-e kérdés egyszerű készfeltétellel? Akkor én kérdezek. Az a tapasztalatom, írja az egyik valószínűleg jelenlévő olvasónk, hogy a legtöbb ateistának, szkeptikusnak, igen, ateistának vesző szkeptikusnak nem Isten létezése a releváns kérdés. Nem lenne fontosabb Isten mienségéről beszélni, mint létezését bizonyítani? Most megvárom András válaszát, mert nem értettem a mikrofon torzított. Én értettem, inkább hozzátennék még egy gondolatot. Én szerintem a kérdező arra gondol, hogy ma Európában, a modern világban nagyon kevesen tagadják ám Isten létezését. Szerintem Miklósnak erről nagyobb műveltsége van. Szóval régebben sokkal erősebb volt az ateizmus. Tudjátok, mi van ma? Közömbösség van. Az van. Nem mondják azt az európai fiatal, persze, hiszek én Istenben, de mit érdekel? Szóval itt van az őrületes nagy probléma, ez a borzalmas közömbösség. És mivel Isten szabad akaratot adott nekünk, ezzel nagyon majdnem csapdába ejtette önmagát. Mert a közömbösséggel tud a legkevésbé mit kezdeni. De azért tud, csak ez egy rettentő nehéz kérdés. Most már értem a kérdést. Tehát a természettudósok között igazán nagy formátumú ember, aki ne hinne a teremtőben, inkább így fogalmazok most, olyan alig van. Annak ellenére, hogy ez még mindig trend a világ egy-két pontján, de mégis így van. Hát emlékszem, Szent Ágotai professzor egyik utolsó nyilatkozatára, amikor azt mondta, hogy annyit boncolta az emberi agyat, hogy megtalálta az Istent. A társadalomtudományban lényegesen tovább él az ateizmus, pontosan amiatt, amit András mond, hogy leképeznek módszereket, olyan kérdésekre, vizsgálati módszereket, amivel az a kérdéskör nem vizsgálható. Én ott voltam egy nagydoktori védésen, aminek a témája az volt, hogy az ateizmus a keresztény bölcselet tükrében. A nagydoktor jelölt 8 részre osztotta fel az ateizmus korszakait, a 7. volt az egzisztencializmus, és a 8. volt a 68-as dühöngő ifjúság Cohn-Bendittel, Márkuzéval és a többivel. 3 akadémikus bírálója volt, mind a 3 azzal kezdte, hogy ő ateista. De nagyra becsülik a
jelölt munkásságát, és mindenki elmondta a kifogásait, nem nagyon volt mit, de hogy valamit mégis mondjanak negatívat, azt hozta az egyik szóba, hogy nem fejtette ki eléggé, hogy ott volt az egzisztencializmus, Jean-Paul Sartre és Simone de Beauvoir együtt éltek meg a tanítványaikkal, fiúkkal, lányokkal, mikor képen arra járt, és mindig magányosak voltak mégis. Erre a válasz annyi volt, hogy éppen ezért, egyébként meg az értekezésének nem a pornográfia témája, hanem a megadott cím. Tehát ezeket kellene végig gondolni, hogy mi értékes, meg mi értéktelen. Na most ugye, amivel nyakon öntenek minket kultúr szeméttel, az mind a felszín. Marilyn Monroe-ról látjuk, hogy így volt, meg úgy volt, meg ilyen filmsztár, meg olyan filmsztár, de hogy annak az életformának mi lett a vége? Hogy fejezte be az életét? És miért úgy fejezte be az életét? Ez a történetből mindig kimarad. Pedig ezzel kéne kezdeni. Online nagyon érdekes kérdések érkeznek, és hogyha valaki szégyenlős, de van kérdése, továbbra is nyugodtan küldje el. Próbálom összegezni azt, amit kaptam. Uraim, tud-e Isten akkora követ teremteni, amelyet nem tud felemelni? Más szavakkal, Isten csodái vajon a teremtett világ szabályain belül, de csekély valószínűséggel bekövetkező események, vagy a teremtett világon túli transzcendens megnyilvánulásai? Lehet-e az isteni csodákat tudományos szemmel elfogadni, a természet részeként elfogadni? Én megint átadom, mert nem hallom. Tehát ha megtetszene tudni tenni, hogy egy 10 centivel odébb a mikrofont, akkor én is érteném. Isten tud-e olyan követ teremteni, amit nem tud felemelni? Igen. Szóval Isten hülyeségeket nem csinál. Erre ez a válasz különben. Ez nagyon fontos. Jó, hogy megkérdezte természetesen, mert csak egy metodika, hogy amikor a hétköznapi párbeszédekben, vagy mondjuk vitákban érv ellen érvel szoktunk vitatkozni. De vigyázni kell, szóval a hülyességgel nem szabad vitatkozni, mert akkor magad is tök fejé válsz. De ez a tudományos vitákban is igaz. Egy idő után eljön az a helyzet. Isten nem érdekli ez, hogy tud-e olyan követ teremteni, amit nem tud felemelni. Én ezzel nagyon egyetértek, és azért se szabad ilyen vitákba belemenni, buta kérdésekre megpróbálni válaszolni, mert akkor összetévesztik az embert a kérdezővel. Nem veszem magamra, professzor úr. Világos, persze. A másik részét én azért még feszegetném ennek a kérdéskörnek, tehát hogy hogyan tekinthet a tudomány azokra az eseményekre, jelenségekre, amelyeket egyébként a kereszténység csodaként ír le, akár, hogy ugye maradjunk az önök területénél egy csodás gyógyulásra. Hát úgy tekintünk, mint a csodára. Tehát András elkezdte mondani az ő tapasztalatait, én is tudok mondani olyat, hogy megoperáltam egy beteget, szövettanilag igazolt volt, hogy nem lehetett kivenni a daganat egészét, mert életfontos szervet kellett volna sérteni, ami az élettel összeegyeztethetetlen helyzetet eredményezett volna. Tehát ott kellett hagyni a daganat egy részét, és a beteg még mindig él, és teljes mértékben jó van. Ezt nem lehet megmagyarázni semmivel. Illetve úgy fogalmazok, hogy a jelenlegi ismereteinkkel nem tudjuk megmagyarázni. De mivel épp a Gödel szabály, és visszatérek mániákosan ehhez a dologhoz, nem megismerhető a világ. Ezért érdemes csínyán bánni a kérdésekkel, és még jobban csínyán kell bánni a válaszokkal. Mert nagyon sok olyan dolog van,
amire egyetlen egy válasz van, az az Isten léte. Nincs egyéb. Elég. Elfogadom. Doktor úr elfogadta a választ. Van-e kérdésetek nektek? Rendben, akkor sort kerítek egy olyanra, amire szerettem volna nagyon még az első blogban, de aztán időhián már nem maradt lehetőség rá, az önök személyes Isten kapcsolatát feszegetve, boncolgatva, ha szabad. Csokai doktor úr egyik előadásában hallottam azt a megfogalmazást, hogy ő korábban a talicska Istenben hitt. Aztán alakult ez a kép. Nyilván öntől azt kérem majd, hogy magyarázza meg, hogy hogyan is érti ezt a hasonlatot, és miként alakult a kép. És professzor úrtól is azt szeretném kérdezni, hogy az élete során miként alakult a személyes Isten kapcsolata, Isten képe. Körülbelül 13-14 éves koromig minden rendben van. Katolikus vallásos családban növök fel, és akkor megismertem életem legnagyobb szerelmét, aki most is a feleségem, itt ül. És az az igazság, hogy ez a fiatalkori diák szerelem és a lelkiség, testiségnek a keveredése, az bizony egy kicsit úgy eltántorítja az embert a templomtól. Tehát úgy arrébb áll, mert minek gyónjak, ha úgyis bűnözöm, ilyenek, ugye? És azért ezek megássák az eltávolodást. És bizony egy hosszú időszak következett az életembe, és abban gyönyörű szép házasság, jöttek a gyerekek emberi erővel, de az a sportoló, aki nem edz, az a hívő, aki nem imádkozik, és nem foglalkozik a párbeszéddel, az bizony bedőlhet a hitével, vagy és átalakul a hite valóban egy talicska Isten hitté, ami azt jelenti, hogy arra szeretem tolni, amerre én gondolom. És ez aztán szörnyű katasztrófákhoz vezet, ezt nem részletezem, átéltük házasságban, munkában, mindenben, de végül is 42 éves koromra kiegyenesedtem, és valóban visszatudtam térni a gyermekkor hitéhöz, mert ez az emberben, ez benne van, ez a vágy, hogy azt a profi hitet, most értitek, hogy gondolom, ami a gyermeket jellemzi, azt a tiszta szív hitet valahogy iszonyatos munkával, brusztal felnőtt korba visszaszerezd. De még egy lépcsőt gondolok, és ez a jó keresztényekre nagyon vonatkozik. Van második megtérés, és nem úgy van a második megtérés, hogy bűnben esel vissza. Nem erre gondolok, hogy újra alkoholista vagyok, meg újra másodszor, hanem a második megtérésre itt arra gondolok, ha igazából szembe találkozol a szenvedéssel az életedbe, és akkor fogsz a legközelebb kerülni a jó Istenhez. Akkor lesznek olyan misztikus tapasztalataid, hogy valóban nem csak hiszem, hanem a napnál világosabban tudom. Minket ez a drága feleségemmel a kisfiunk elvesztésekor ért el, nem is olyan rég, 4 éve történt. De egy sokkal magasabb szinten, egy sokkal magasabb hitélménnyel, Isten élménnyel jöttünk ki belőle, és azt kell, hogy mondjam, hogy a boldogságnak nem ez a záloga, hogy hány családtagot halld meg körülötted, hanem az Isten kapcsolat a lényeg, és ha van megtapasztalásod, akkor ezek a dolgok, amik látszólag szörnyű tragédiák, de tényleg drámává szelidülnek, ahol katarzis van, de fölemelkedés van. Tehát nagyon röviden így fogalmaztam, így summáznám az én hitutamat. Remélem, ebben most már kitartok. Hát az én viszonyom a jó Istenhez, hát nem volt ennyire kalandos, eléggé egyhangú volt. Én nem ismertem meg életem nagy szerelmét 13-14 éves koromban, viszont édesapámat láttam, meg a környezetemet láttam, hívő emberek voltak, és következésképpen én a
keresztény tanítás, erkölcs tanát, egyszerűen a nevelés és a példamutatás okán nagyon fiatalon megismertem. És mivel semmi olyan csábítás nem volt, ami ezt meghaladta volna, én hívő embernek gondolom magam, de minden esetre a keresztény etika és morál szerint élő embernek. Hát természettudományos nevelést kaptunk az egyetemen, az orvosin azért mindenképpen. Én egyetlen egy dolgot nem értettem, tehát ennyi hiányzott a hitemből, nem értettem a feltámadást. Amire mindig azt a választ kaptam, hogy ez hit kérdése, ezt nem kell megérteni. Csak mivel az orvostudomány is olyan, hogy mindig a miértek fontosak, miért így történt, mi lett volna, ha. Ugye ez az a kritikus kérdés, hogy azt mondják, hogy nem lehet feltenni a kérdést, hogy mi lett volna, ha. Szerintem meg csak ezt a kérdést kell feltenni, mert itt rejlenek a magyarázatok. Említettem, hogy volt egy személyes élményem Turini Leperrel kapcsolatos. Én azóta tudom azt, hogy a Jóisten létezik. Na most még egy dolog volt, ami talán elmélyítette ezt az eléggé egyenes utat, az, hogy én minden olvasó voltam egész életemben, és nagyon sokat olvastam. Én elolvastam a szentek életét, különösebben nem rászott meg, nem ragadott meg. De elolvastam mondjuk az Árpád-házi szent királyok történetét, vagy kerestem a magyarázatot arra, hogy hogy volt az, hogy a Dráván átkelt 12 ezer tatár, és Zrínyi Miklós Párkányból hazafele tartva 300 huszárral nem számogatja, hogy hány darab, hanem nekik megy. És minden cselekedet mögött megtaláltam az ő hitüket. Na most itt rendkívül nagy problémának érzem azt, hogy például az 1000 évvel ezelőtti emberek gondolkodását meg se próbáljuk érteni. Meg se próbáljuk érteni, hogy az ős keresztények hogy éltek. Hát amit András érintett. Hát Izrael, Palesztina területi Judában annak idején, Krisztus korában legalább 30-40 rabbi kószált egy-két emberrel. Péter háromszor megtagadta, elmenekültek föld alá, rettegtek az életükért, egyedül János ment ki a keresztre feszíti. Mi történt, amikor pünköstkor kimennek ezek a menekülő, bujkáló emberek, mi történt, hogy ezt megmerték tenni? Amit Andris mondott, miért van az, hogy évtizedekkel később keresztre feszítik, fejjel lefele, és a többi, ez nem pszichózis, nincs a lélektanban erre magyarázat. Tehát utána jönnek a keresztény üldözések, nem Néró az egyetlen, legalább 6 császár tudnék kapásból elmondani, ahol Néróhoz hasonló keresztény üldözés volt. Ők már nem is hallották Krisztust. Ők már csak azoktól hallották, akik hallották azt, ami elhangzott. Tehát önmagában az a csoda, hogy megmaradt ez a vallás, az a csoda, hogy megmaradt a leírás, és rengeteg csoda származott ebből, hát ebből épült fel az egész életünk. Na most, ha ezt megpróbálnák elmagyarázni az ifjúságnak, hogy gondoljanak bele abba, hogy Szent László, mit tudom én, agyonvert 4 kunt, mély sebben még elkezdi üldözni az 5. és nem azt mondja, hogy jaj, de fáj, meg össze kéne varni a bőrt, meg mit tudom én mi, hanem megy. Miért? Vagy miért volt az, hogy felvetik? Miért nem fogunk össze Batukánnal, és miért nem kocogunk el Párizsba, az Atlanti-óceánig, és azóta is ott fürödnék? Mert nem lehetett. Mert hívők voltak. Szent László olyan vitéz ember volt, hogy a halált így vetette meg. Mégis minden nap halálfélelembe élt, leírja a Monte Cassinói apátnak. Mitől félt? Hát attól, hogy majd oda kell állni, és az életéről el kell számolni.
és el kell számolni azokról az emberekről is, akiket ő irányított, akiknek az ő sorsa az ő kezében volt. Ha ezt átérzi egy orvos, látok kettőt is az intézetemből, akik ezt tudják. Tehát ha így élne mindenki a saját posztján, akkor higgyék el, más lenne az élet. De hát mit látunk a tévébe? Hát hadd ne részletezzem. Ami az előbb itt volt előttem, az most már régen a múlté kérdés. Most ne küldjetek többet, mert állandóan el fog ugrani. Igen, lejjebb, bocsánat. Egy nagyon erős kérdés, mondom, hogy ne Zoli, de valahogy úgy hangzott, hogy hol van az Isten, amikor egy gyermek orvosi műhiba miatt egész életére nyomorék marad. Erre mit mondanak az orvosok? Az, hogy műhiba, ez rendkívül relatív dolog. András érintette a szenvedést. Tehát mi daganatos betegekkel foglalkozunk, én majdnem 40 éve, ami rendkívüli alászatra inti az embert, és picit másképp látja az eseményeket, mint egyébként. Tehát biztos, hogy a gyermekkel, aki meghalt, vagy műhiba áldozata lett, egészen biztos, hogy ott volt mellette a jó Isten. És egészen biztos, hogy ez a kis gyermek megkapta a jó Isten segítségét, legfeljebb mi erről nem tudunk. Az, hogy az orvos megkapja a jó Istentől a feláldozást, vagy a segítséget, hogy ezen túllépjen, ez egy másik kérdés. Tehát a dolgoknak természete van, ebbe Isten nem szól bele, viszont veled van. Ez nagyon fontos. Mindig arra kell gondolni, hogy vajon a paradicsomban születette Down-szindrómás gyermek, vagy a paradicsomban ilyen népbetegség volt-e a daganatos betegség. Nem, elmúlás volt. Ahogy a növény elmúlik, ártatlanul, úgy múltak el nyilván ott az emberek. Tehát a szenvedést, azt mégiscsak az emberiség hozta át magába, a kollektív szenvedést is. Na most azt, hogy az Isten ezt hogy javítja ki, hogy oldja meg, az maradjon az ő minisztériuma. Tehát amit mi elrontottunk, azt ne úgy akarjuk talicska módon kijavítani, hogy majd mi megmondjuk, hogy javítsd ki, amit, mert akkor valószínűleg az újra rossz lesz. És ebbe higgyétek el, benne van az ártatlanok szenvedése is, a gyerekeknek a halála. És ott van a veronai buszbelesetben, ott volt Jézus Krisztus azon az égő buszon. Higgyétek el, az, hogy a hozzátartozók sírnak és szenvednek, ez egy más kérdés, de az a szenvedés is teremtő energiává válik. Minden szenvedés teremtő energiává válik, hogyha föl tudjuk ajánlani. Még egy nagyon rövid mondatot hozzátennék. A modern ember nem veszi tudomásul azt, hogy az élet szerves része a halál. Ez is régen természetes dolog volt, amikor több generáció élt együtt, de ma, ha meghal valaki 110 éves korában, az biztos, hogy orvosi műhiba következménye. Jönnek előtte a rokonok érdeklődni, ami 10-ből 8-szor arra vonatkozik, hogy mikor hal már meg a nagypapa, mert akkor lehet örökölni. Na most a hívő ember tudja azt, hogy a lelke halhatatlan. Tehát elveti a gyarló földi testét, a romlandó testét, de a lelke az idők végezetéig élni fog, és higgyék el, összesen nem láttak önök, beleértve Andrást is, annyi embert meghalni, mint én. És nagyon sok ember az utolsó időszakban megtért. És a keresztény ember halála mindig sokkal könnyebb, mert tudja, hogy ő tovább fog élni. Ismerek olyan embereket, akik megbeszélték a újabb generációkkal, hogy figyeljenek egymásra, mert ott lesznek, csak a csökevényes érzékszerveinkkel nem tudjuk őket észlelni. Tehát a halál nem tragédia, a halál az az életnek a szerves része, méghozzá rendkívül ünnepélyes része,
mert valamit itt a Földön befejezünk, és valami mást, sokkal szebbet máshol elkezdünk. Én még megfejelném, amit Miklós mondott azzal, hogy persze a lelkünk haladhat, de az föltámad a testünk. Értitek? Tudjátok, mit jelent? Nem abban a tumoros végállapotban, vagy összegyűrve egy busz alatt, egy baleset után, nem úgy támad fel. Krisztus nem úgy támad fel, ahogy nagypénteken 2:30 délután kinézett, hanem fellelte teljes frissességét, üdességét, fiatalságát. Épp hogy csak a személyi igazolványok, a sebb helyei, azok rajta voltak. De halat evett a tanítványokkal, ez konkrétum, átölelték a tanítványok, igaz? Tamás belenyúl a sebeibe, hitetlen Tamás. Tehát hús-vér módon ez a test feltámadása. Ennél sokkal nagyobb dolog a feltámadás, de van egy ilyen minimum belépőd. És a 40 nap alatt megéli az apostolokkal való együttlét legszebb élményeit. Tehát a feltámadásodban te meg fogod élni életednek a legszebb élményeit. De ez nagyon kevés ahhoz képest, amit az egész feltámadás jelent, ahol nincs tér-időkorlát és semmi, csak ez egy őrületesen nagy öröm számunkra, és ez a jövőnk már megtörtént. Mi nem olyat várunk, ami még nem történt meg. Szeretném, ha fölvennék a gyerekemet az egyetemre, amikor felvételizik. Aztán lehet, hogy nem veszik föl, igaz? A feltámadás az nem ilyen, az már megtörtént, a jövőt már megtörtént. Azt hiszem, így nagy hétben ennél jobb végszavakat írni sem lehetett volna előre. Itt a 7-7-7 offline keretében van egy szép hagyományunk, áldással vagy közös imával zárjuk le mindig ezeket az együttléteinket, alkalmainkat, és mindig megkérjük a vendégeinket, hogy vezessék ők ezt az imát. Úgyhogy most arra szeretném kérni önöket, hogy az önök vezetésével imádkozhatjuk el a legszentebb imádságunkat. Jó. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hölgyeim és uraim, 2018 márciusában a 7-7-7 offline két vendége, dr. Kásler Miklós és dr. Csókai András urak voltak.